Köszöntöm a versenyzőket, a felkészítő tanárokat, köszöntöm védnökeinket, akiket be is mutatok. Elsőként Huba Imrét, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat elnökét. Ember Csabát, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének az elnökét. Köszöntöm Iván Ofroá urat, aki a Lötökei Pianofoli Fesztivál igazgatója. Köszöntöm a zsűrit. Nagyesde Ofroá Sákovicsot, aki az Arassi Franciaországi Konzervatórium tanára, valamint a Lötökei Pianofoli Fesztiválnak a művészeti igazgatója. Köszöntöm Belák Erzsébetet, aki a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI tanára, billentyűs tanszakának tanszakvezető tanára. Megyi Móreczné Schmidt Ildikót, aki a Pécsi Művészeti Gimnázium szakgimnázium tanára. Grünwald Béla urat, a zsűri elnökét, aki a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának a tanára, illetve a Debreceni Kodály Zoltán szakgimnázium és zeneiskola tanára. Szerencsére helyszíni élő versenyt tudunk rendezni. Legutóbb 2 éve éppen a Zongora Fesztivál volt az utolsó, amit meg tudtunk tartani. Az azt követő tavalyi hegedű fesztiválunkat már nem. Mi ezzel a cél? Teheret és lehetőséget biztosítunk a növendékeknek, a tanároknak, hogy be tudjanak mutatkozni. Hiszen ezeket a versenyeket, fesztiválokat lehet szeretni, nem szeretni, de egy biztos, hogy feltétlen szükség van rájuk az életbe, különösen azoknak, akik pályára készülnek. De alapvetően a gyermekek amúgy is szeretik bemutatni azt, amivel elkészültek. Mi lehet a garanciája egy jó versenynek, fesztiválnak? Meggyőződésem szerint a felkészült lelkes gyerekek és tanárokon túl egy olyan zsűri, egy olyan összetételű zsűri, aki támogató jellegű hangulatot tud kölcsönözni, akit elfogad a publikum, illetve a felkészítő tanárok és a diákok, és biztos vagyok benne, hogy ez a zsűri ilyen lesz. Szeretném felkérni most az első köszöntésre Hubai Imre urat. Tisztelt intézményvezető úr, kedves elnök úr, zsűri tagok, kedves szülők és kedves versenyzők! Nagy öröm az számomra, hogy végre nem az online térben, hanem személyesen köszöntetem itt önöket, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében Törökszent Miklós adhat otthont ennek a nagyon szép versengésnek, ennek a rangos eseménynek. A ma még fennálló karantén szabályok azért némiképpen elbizonytalanították a versenyzőket. Ez látszik azon, hogy ma kevesebb versenyző áll rajthoz, mint az elmúlt években, a korábbiakban, de az idén 8. alkalommal megrendezett fesztivál mégiscsak összekovácsolja a zene iránt elkötelezett gyermekeket. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a Törökszent Miklósi Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola dolgozóit, akik megszervezték ezt a rangos eseményt, és megyei szinten is meghatározó jelentőségű kulturális eseményi erősítették. Ez a mai esemény is bizonyítja, hogy az emberiség számára a zene egy olyan közös nyelv, amiről nem tudunk lemondani, és nem is szeretnénk, és az utánpótlás nevelésben pedig különös jelentőséget tulajdonítunk a versengésnek, a fesztiváloknak. Ahogy Kodály Zoltán mondta, aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel,
amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kívánom önöknek, hogy olyan zenei élményekkel és olyan új barátságokkal legyenek gazdagabbak a mai napi rendezvényen, amely a hosszú távon meg fogja határozni mind a gyermekek, mind felkészítőiknek a pályáját. Remélem, hogy a felkészülésbe fektetett munka mindenki számára meg fog térülni, és ehhez kellemes és nagyon hasznos élményeket kívánok minden kedves versenyzőnek. Jó versenyzést, és a hallgatóságnak pedig kellemes élményeket kívánok. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet. Ember Csaba urat kérném fel köszöntőjének elmondására. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én is Kodály idézettel kezdem. A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. Így vagyunk ezzel mi is, és mostanában, amikor keveset lehetett személyesen találkozni, már különösen éreztük a hiányát, hiszen a zenetanításnak épp az a lényege, hogy találkozunk, hogy együtt vagyunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végre ismét nem online térben megszervezi az iskola ezt a versenyt. Külön köszönöm igazgató úrnak és munkatársainak. Talán látták a plakáton, hogy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával. Ez olyan nagy szónak tűnik, és még annál is nagyobb szó. Ez egy több mint 20 éves program, és arra hivatott, hogy bárki, ha valamiben tehetséges, azt az állam és az 1%-kal a szülők, mindenki, aki adózni tud, támogassa. Ennek eredményeképpen kiváló sportolók vannak, tudnak hangszert készíteni, lehet kapni hangszert pályázattal, és lehet versenyeket, találkozókat szervezni. Egy ilyen találkozótól nagyon sokféle dolgot szoktak várni, igazgató részben már elmondta. Én azt mondom mégis, hogy túl a tehetségek felfedezésén legfontosabb maga a találkozás, hogy figyeljünk egymásra, hogy mások hogyan muzsikálnak, és ne csak versenyezzünk, hiszen ha Bartók Bélára gondoltunk, ő egyenesen azt mondta, hogy a verseny az nem a zenébe, hanem a lovaknak való, de ma olyan életet élünk, hogy mégis aki versenyen elindul, elér valamilyen eredményt, az könnyebben megjegyzi, könnyebben észreveszik, nem csak versenyekkel lehet lenni, hiszen aki itt ma muzsikál, az egy adott pillanatban mutatja meg, hogy mit tud, és lehet, hogy holnap jobban muzsikál, holnap után még jobban, én biztos vagyok benne, és abban is, hogy a zsűri nagyon megértően hallgat mindenkit, és sok-sok díjat fog kiosztani. Egy nem zenei idézettel szeretném zárni, Lippai Marianna írta, hogy mit is gyűjtsünk. Jó embereket magad mellé, magad köré, akik bíznak benned, és akikben te is bízol. Akik jók veled, akik őszinték, akiknek fontos vagy. És akik bármi történik is az életedben, kitartanak melletted. Mert szeretnek, mert hisznek benned, és mert tudják, milyen a lelked. Nem csak a szülők, de van amennyi zenepedagógus, van amennyi itt ülő zsűritag is. Egészen biztos, hogy így hallgat titeket, szeret, és abban bízik, hogy sikerrel adja át a tudását, ti pedig a legjobb tudásotok szerint fogtok szerepelni. Nagyon jó versenyzést kívánok, és köszönöm a rendezést!